Na sziasztok, én Gyozo vagyok, és ma csak erről a játékról fogok beszélni, mert ezzel még csak abba az egy videómban játszottam, amiben más játékokkal is foglalkoztam, szóval nem tudtam teljesen részletesre kitérni. Szóval igen, most, hogy itt vagyok, és csak ezzel a játékkal fogok foglalkozni, kezdjük is el, és ott mennyi kocsi van már ott a community nevs alatt? 20 ezer, mit tudom én, mennyi kocsi, és csak egy úton. Az eléggé laggos lehet. Na mindegy, akkor kezdjük el a videót. És akkor kezdjük az önálló játékkal, hogy az milyen. Így láthatjátok, itt van, hogy kik az első helyen vannak, meg bla 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 bla. Meg tudja, mit tudom én. TNT. Itt van mindenféle. Szóval igen. De ne is ezzel foglalkozunk, hanem vágjunk bele, hogy ez az United. Akkor itt vannak, kezdjük a versennyel, fehér. A fehér a legkönnyebb, a zöld a közepes, a kék az a piros az meg a fekete az pedig az impossible game. Szóval akkor bemutatok egyfajta pályát, hogy ez hogy működik. Desert AI. Ma mind egyiken végig fogunk menni, minden egyes kis csiszolászon. Szóval ez így működik, de hogyha ezes képet megnyomjátok, akkor itt van egy csomó és itt lehet választani, hogy ez újraindítás hivatalos módban, hogy ilyen rendes pálya legyen, vagy ezt nem tudom, hogy ilyen ranglistára rakja. Itt ellenfelek választása, ugye itt be vagyok jelentkezve még két. Itt van a arany, itt a, ez is, hogy mit kell leelőzni, hogy megkapjad azt az érmet. Például most vagyunk ennyien, nézzétek. Akkor ennyien vagyunk. De ezt most vissza escape-el, vagy delete-el le, vagyis backspace-el, vagy delete-el lehet visszahozni, úgyhogy teljesen. A előző checkpointhoz pedig simán az enterrel. Szóval akkor most megmutatom, hogy hogyan rákból működik ez. Ugye az aranyat kell megelőznöm, mert nekem ennyi az időm. Pont leelőzöm az ezüstérmet, az ugye úgy van. És akkor azt kell leelőzni, hogy megkapjam az aranyérmet. Na akkor most a izét is megmutatom, hogy mivel mit lehet. Ott a crafting table-szerűbe, hogy itt van az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Szóval akkor itt lehet állítgatni a cuccokat. Az 1-es ez a pozíció. De nem ott a F2-snél, bár azzal is lehet. Nem. Tudjátok, itt van ez a... Itt a nyilacskák mellett ez a crafting table, ez a 9-bet szám. És akkor az 1-es ez ezt tudja, a 2-es ez ezt tudja, a 3-os az ezt tudja. Na várjatok. Menjenek el ezek a kocsik. Menjetek a dolgotokra. Na addig én bemutatom. Az 1-es ez, a 2-es ez, a 3-os ez, a 4-es ez. Hú, ezt még nem is használtam. Az 5-ös ez, a 6-os, a 6-os is van most már. Én ezeket. 7-es, ez hogy így. 8-as, 9-es pedig másra való. Szóval, itt van. De jó, hogy elbénáztam. Menjetek a dolgotokra. Az erőre nyilakkal lehet előre menni, a hátrával hátra. Ugye ezt írja is ki itt nektek ott lent. Ezzel lehet kanyarodni. Ezzel pedig másik irányba kanyarodni, hogyha mind a kettőt egyszerre nyomjátok. Space-szel nem lehet csinálni semmit, az enterrel mész vissza, ugye minden. W-sel nem lehet irányítani, csak más lehet behozni. Szóval ez nekem most nem kell. Szóval akkor versenyezzünk. Hogy le kell próbálni előzni az aranyat. Ez a öreg nyanya kocsi, ez már nagyon... Ugye ez eléggé béna mód. Azért én ezt szoktam választani legtöbbször. Ajja.
Mindig. Úgy kezdjük, ez ugye itt van. Ismétlés hivatalosan más játékosok hívása, ez ugye. Tudjátok mi? Ez ugye a visszajátszásnak a mentése, ami most megy. Ezzel ugye megállítom. Ugye itt van az érem, itt az új idő, itt a legjobb idő, hivatalos idő pedig nincsen még. És kilépés meg javítása az ugyanaz, hogy... És akkor előzzük le! Ügyes vagyok. Oké, ez jó volt. Javít, de most miért kezdte előről ezt? Ez nekem kell, Dick. Új egyéni rekordot állítottam fel magam ellen, és most már csak egy kevéske kell, hogy leelőzem ezt a aranyocskát, és hogyha aranyot kapok, vagy valamilyet, akkor megmutatom, hogy mi történelemik. Nem áll, az ott leelőz. Mindegy, akkor megmutatok, hogy mi történik. Mondjuk most kilépek. Ahol nem szereztem olyan sokat. Például, ahol nézzétek. Elkezdem izé, addig vágok egy picit. Vagy mégse. De hülye vagyok. De hova is kell menni? Ja, ott. De miért? És egyébként meg... Most csak ezek vannak, mert a másik énemmel nem játszottam ezen a pályán. Ugye ez elég érdekes dolog volt, amit most mondtam. Hekkelés! Legalább nézzük, hogy merre kell menni. Ennyi! Mindenki elkezd tapsolni. És hát... Mindenki örül. Szóval, igen. De ezzel most ne is foglalkozunk, hogyha aranyat nyerünk, akkor fényesebb lesz a hangja, amikor beleütközik abba a szarba, és ha kettőt nyerünk, akkor be ting, ting, és mindenki elkezd tapsolni. Na mindegy. Ez a hangeffektről a beszélés, ez elég értelmes dolog volt. Na mindegy. Látjátok, megszereztem az ezüstet, akkor... Ezért a feketéből meg nincsen egy se platform. Az ugye ilyen pályákat tud, de itt a nehezebb, meg itt van. Mutatvány. Ezek ugye jók, mert ezek mutatványok szoktak lenni, de egyébként egyben nem is olyan jók. Mert nem találom a célt. És a puzzle az egy jó fajta. Mert nézzétek. Például most ezt választom, ezt a puzzle-t. Ez ugye olyan, mint hogyha a szerkesztőben lennénk. Azt majd mindjárt megmutatom. Csak ugye... Itt a kettessel lehet így fordulni. A nyolcassal pedig így. Négyessel így, ötössel így. Fölfelé meg, ha már mutattam. Ugye, többi nem használható semmire itt. És akkor, hogy a rákban működik ez? Hát, hogy a rákban működik ez? Hát nem tudjuk, hogy működik ez, gyerekek. Akkor, hogyha előre tudna menni, köszönöm. Csak hogy... Na, akkor ezt emeljük fel. Nem, akkor ezt emeljük fel. Nem tudom. Akkor biztos így.
És akkor itt köz már is közelebb vagyunk. És ugye akkor ott van egy ilyen blokkunk. Csak hogy azt nem tudni, hogy hova kéne rakni, ezért most felmenni ide. Ugye ezt az előre nyilakkal is lehet irányítani, ahogy látjátok. Mondom, ahogy látjátok, ja most már nem lesz. Meg ezzel is, hogyha ide rakjátok az egeret. Most már régen voltam ezen a puzzle-on, akkor most nem tudom mit csinálni. Mindegy, akkor próbáljuk ki, mert ezt már régebben megcsináltam, azért van így. Ja, így oldottam meg. Na most felejtettem el, gyerekek. Szóval akkor ezt így megoldottam. És akkor így lett. Szóval igen. Itt a visszajátszás, és itt csak izé. Ratatara. És akkor pályát lehet módosítani, vagyis nem lehet, csak izé. Ennyire. És akkor ez így működik. Itt vannak az egyre nehezebb puzzle-ok. Na és akkor, hogy a többi dolog az hogyan működik, ezt ugye bemutattam. Négy turns. Az ugyanez, csak másfajta pályákkal. Ez a négy turns, az a régebbi játék, valami izéje. És akkor annak valami ének, hogy izé. Ugye, hogy ezt kell csinálni. Ezt elég értes, mert sem elmondtam. Hogy ugyanaz, ez az impossible, ez meg az izé. Csak ebbe a játékból hozták át ebbe az United játékba. Na akkor ez a Star, ez a nagyon nehéz, impossible. Akkor itt miért van arany, ezt nem értem. Mindegy, ez is ugyanilyen kb. Csak nincsenek ez a mutatványok, meg az izé. Sajátból pedig fel kell tölteni egy pályát. És akkor azt kell úgy játszani. Meg itt lehet tallózni, hogy a sok-sok pályáim közül például ezt a szépséget itt. Ezt ugye, hogyha játékolom, akkor bemegy oda. Csak akkor ebben már megvan az arany, meg minden, akkor ezt már leszartuk. És ennyi. Online azt majd utoljára hagyom. Parti játék. Helyi hálózaton azt most nem tudom megmutatni, mert nincsen senki, aki tudna velem játszani. De ezen a gépen azt meg tudom mutatni. Ugye, yeah. Nézzétek, na, nem ezt akartam, köcsög. Kiikszem, klikkelj egy játékos hozzáadásához, ez jön be, akkor hogyha ezt akkor a játékos már kiválasztották, az én vagyok, ez a másik profilomat hozzáadom, meg a másikat is, és akkor így indítás, és akkor tudjatok választani, hogy melyik legyen a tiétek, most választom ezt a Island White-ot, mert ez egy könnyű pálya. Mert ez a fehér White. Az a könnyű. És akkor itt, hogy Jojo következik, de pillanat. Az időt leveszem 1.00. Nem 1.00. 2.00. Ez egy perc. És akkor, hogy hogyan rákban működik ez. Akkor, hogy minél gyorsabban kell végigérni, és mindenkinek először kell következni, és az utcsónak addig kell versenyben maradni, ameddig valakit megelőzik, és utána az következik, akit megelőztek, és kinek lejár az ideje, azt kiesnek, és akiben marad utoljára a játékba, az win győz. Szóval, nézzétek, ott fent megy le az időm, de beértem a célba például most ennyi idő alatt. Akkor most ő következik, ő... Látjátok, most ő neki veszi el az idejét, és az előző énemet kell leelőznie. Meg mindig az következik, aki azért. Szóval igen. És akkor például most azt veszünk, hogy azért, hogy nem tudom, ki győzött. Na, leszarom, kigyőzött. Akkor Hiwe. És akkor
Totonvágás. Most következik az utcsó győző. Ez, hogyha leelőz valakit, akkor az következik, akit leelőzött, meg a legutcsó, akit leelőzött és a legbénább volt, az fog következni, és aki először kiesik, az bénázza el a legjobban. Csak most én ezt ugyanáztam, ezért megint nem fogok jönni, és ez addig megy így, ameddig el nem telik az időm, aztán kibannolnak. De higgyétek el, hogy ebbe van igazság, hogyha rájöttek, hogy hogy működik. Na mindegy. Akkor, hogyha feladom, akkor Gyozó kiesett, lejárt az idő, azt ugye behozza. Gyozó következik. Akkor azt is kilépek. És akkor ugye így működik ez. Szóval akkor így működik ez. Böngésző. Ez ugye ilyen... Innét kell mindenfélét szedni. Meg minden. Oké, meg nincsen olyan sok cucc. Ugye skin, meg minden. De most innét visszamegyek, escape-pel. Itt a profil. Ugye itt a duda. Hogy ugye ki lehet választani, hogy milyen hangeffekted legyen. Meg irányítás, itt megvan minden. Megállítjátok a videót, hogyha annyira akarjátok megnézni. Egyébként itt lehet csetelni úgy, mint a MC-be. És így. Szóval igen. Vissza. Statisztika az pedig, hogy szerkesztés ideje sok-sok helyen volt. Versenyzés ideje az ugye több. Ennek kellett már jönnie, ennek a befüggésnek. Hálózati idő. Ez lesz, hogy multiplayerbe. Játékidő az ennyi. Újra állások száma az ennyi, nem tudom mennyi. Befejezések száma. Max pedig izé. Azok az átlag. Na mindegy. Haladó cucc, az meg izé. Szóval itt lehet ellenfél keresése ide. Chat engedélyezése. Szóval akkor nézzétek, hogyha bemegyek mondjuk az önállóba. United, verseny, fehér. Ez. És akkor most állítólag ott lehetne, itt ki lehet egyből választani. És így né. Ki lehet választani ott is. Szóval akkor kilépés. És így működik ez. Ilyen jó működik ez. És akkor most már csetelni is lehet. Na akkor szerkesztők. Új pálya az ugye pályakreálás, azt most később. De jó, hogy leszarja. Mégse így. Pálya betöltése, ez ugye a pálya betöltése. Hogy ugye ott mondjuk erre rámegyek, erre a kis szírra. Mondom, hogy szírszar. Nem érdekel az árnyék. Akkor itt lehetne szerkeszteni, de most megmutatom először a játékot. Ez az az egyik pályám, amit szerettem régen. Ez egy picit fájhatott nekem is, meg a kocsi. Áú, ez még jobban kicsépet fájt. Ezért most csak 200-ra tudok menni. Ami elég lassan számít ebbe a játékba. Áú, de miért ez a kocsi? Akkor így, és akkor... Ez elveszi a hangot is, meg ugye nem lehet mozogni. Mozogni lehet, csak nem lehet gyorsítani. Meg minden. Ugye itt a szerkesztőt így lehetne módosítani, meg minden. De már nem. Pálya feltöltése, ez ugye pálya feltöltése.
autófestése, ezt én nem akarom most átfesteni, de itt lehet festeni, hogy a réliset, meg a télieset, meg a ezt, ami a izén van, meg ezt, a hypocnisot, meg ezt a moderneset, ami nem is olyan modern, mert ez régi játék, meg ezt a normálisat, és nem festem ki. Például nézzétek, hogy bemegyek a festésbe, és akkor őt lehet választani meg minden. Például, hogyha rámegyek, hogy festés, akkor itt ki lehet festeni, és akkor mindenféle, meg akkor mentés. Csak nem akarok menteni, hanem visszamegyek. Következő visszajátszás szerkesztése, ez ugye, hogy miket mentett el, ami itt volt a multiplayerben, meg mindenféle, és azokat a pályákat tudjuk betölteni. Ez ugye magyar, meg minden. De értitek a lényegét? Nem? Nem értitek? Oké, akkor az jó dolog, nem baj. Ez elég értelmű. Na akkor új pálya. Az egyszerű az ilyen. Például, hogyha elolvassátok, akkor... Ha kezdő, hogy olyan régen voltam haladó nézé, lehet választani, hogy milyen biom. Legyen random. Most már csak ez a négyből lehet. Oké, akkor ez lesz. De anyanyádat már. Ugye itt csak ezek a blokkok lehetségesek. Ezt le lehet írakni bal klikkel. Ezt is bal klikkel, jobb klikkel lehet forgatni. Csak ugye nem akarja tudni lerakni. Én már leraktam egyszer. Itt a checkpoint blokk, itt van a cél. Ugye ez elég értelmes dolog. Győztem! Oké. Ez elég ügyes dolog volt. Akkor itt vannak az utak, amit így lehet húzigálni is, hogy milyen legyen. Az mi a rák? Na mindegy. Itt a felfelé haladós blokk. Ezzel így, hogyha felfelé görgettek, akkor ezzel lehet így. Például így. Ez a hiúé blokk. Ez a... ez mi? Ezt még nem láttam. Lehet, hogy ez újítás. 1000 éve játszottam ezzel a játékkal, még Minecraft kijövése előtt. Szóval akkor így működik ez. Most, hogyha menteni akarod, akkor a másikra kattintasz, és elnevezed a pályát, de most leszanom. És akkor új pálya, akkor a haladóval. Most legyen akkor... sivatag! És éjszaka. Mert ott ki lehet választani, hogy éjszaka legyen-e. Akkor itt van mindenféle blokk, ezt ugye lehet növelni, hogy mekkora legyen. Ugye, értelmes dolog. Ez a lefelé. Ez a kiütöm a blokkot. Cucc. Oké, ez is elég értelmes. Ez is van. Meg vízet is lehet lerakosgatni. Szóval ez így működik. Egyszerű. A második. Itt ki lehet választani, hogy melyiket. Például itt van a start benne. Checkpoint. Az, amikor több kört is lehet egyszerre menni. Finish. Világítós út. Mert ugye este van. Hue blokk. Színes Hue blokk az ilyen. Mondom, hogy színes, hogy... mert ugye villog. Ezt ugye lehet látni. A nyanyádat. Ez ugye egy villog. Nagyon értelmes cucc. Ez meg a lassító blokk az, ami megállít. Viszont nem mindegyik biomba a lassító blokk van, mert például a, az izlandiba, abba ilyen piros gyorsító van, ami 8-szor erősebb, mint egy normál, vagy egy színes. Viszont ott nincsen lassítós blokk. Meg vannak olyan módok, amikor más kocsival kell lenni,
másik pályán, de ez nem az módolás, az nem az én dolgom, szóval leszarom. Itt ugye itt vannak ilyen blokkok, ilyen akadályblokkok. Itt vannak ezek a másik féle blokkok. Itt vannak pedig az ilyenfajta akadályok. Ez a másik fajta út, az amikor lehet kapcsoltatni ilyen utat például. Ilyen utat, meg mindenféle ilyen utat. Így, és akkor összekapcsolódik a másfajta út a másikkal. És akkor ott el lehet kezdeni egy tök másfajta izét, és akkor ilyen másfajta gyorsítós blokkal, meg minden. Meg ugye minden fajta bajomban külön blokkok vannak, szóval itt van ilyen fajta akadály, meg minden. Csak a stadionban nincsen ilyen alagút fajta, mert itt ugye ez az X-ray, és kóda a föld alá lehet pakolgatni. Szóval ez így működik. Itt van mindenféle alagút blokk. Itt vannak ilyen fajta menő lecsúszási csúszdák. Itt vannak ezek, amit a egyik pályámon alkalmaztam, de túlságosan sokszor. Itt van ez, itt van ez, így lehet mindenfélét összeféle hozni. Meg itt van a Dezhoration. Jó, van le, romb. És akkor ez ugye így működik. És akkor melyiket nem mutattam. Szerkesztők, profil, böngésző, blablabla. Akkor most jön a mai napnak a legmenőbb része. Az, de tik, ez nagyon beszarás van. Így, né? És akkor itt is egy csomó rangok. Ugye itt vannak a rangok minden. Kik vannak a világon a legelső helyen, meg a... Jajá! Ez elég értelmes volt. Na mindegy, hogy... Például itt vannak az ajánlott mapok, ilyen szerverek. Kedvencek nincs. És itt van minden szerver, és akkor szűrő, hogy melyiket kell. Például most óra ellen. Akkor most például itt van, hogy mennyi ponttal lehet belépni. És ugye itt vannak minden játékosok, azt nem akkor lehet, hogy nincs el rajta játékos, akkor ezen van játék, na mindegy, felmegy. Így működik egy szerver, így online-ba, hogyha megvan a kódotok, meg minden. Csak töltődjön be. Bármilyen gombot megnyomjátok, például most én megnyomok egy ilyen gombot, csak aztán túl késő nyomtam meg ezért. Ugye, itt van minden. Most azt hiszem egy player sincsen a szerveren. Ugye, lehet csetelni például, hogy nincsenek kommandok, mert a csalás lenne. Akkor beírom, hogy magyar vok, és akkor ott kiírja, mint a Minecraftba. Csak a itteni nevemmel együtt. És akkor szerveren együtt egy csomó player van. És akkor itt ilyen komoly dolgok vannak, mint a Minecraftba. Jué, egy checkpoint. Látjátok, így is be lehet módolni itt, hogy belelógjon a blokkba, meg így is, meg jaj. Ezeken régebben beszartam, hogy hát hogy a rágba lehet ezt megcsinálni, amikor olyan pici voltam. Felcsatlakozott valaki, például. És akkor azt kell leelőzni. Ugye, hogyha nem baszom el mindig. Persze. Nem lehet. A nyonyádat már, hogy nem lehet. Ugye itt van az a checkpoint. Point. Ugye itt van még egy ilyesmi. Ségesség. Nem essen le. És itt
máshogy működik a rambozás is. Hú, de leszartom a fizikáját annak a gyorsítónak, mert fordítva volt lerakva, és akkor kiülne a másik irányba. Csak jól leszartom a fizikáját, mert gyorsabban mentem, mint amennyire visszajött volna, akkor most merre kell tenni. Kilépett a gyerek. A nyanyáját már. Most gyorsan menjünk végig anyádat már! A nyanyádat már! Tegnap én, amikor visszanéztem a videót, ezen sírtam be, hogy a nyanyádat már! Amikor leestem arról a zéról. Hapci meg. Volt az már listaságos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 
Berakjam a kedvenc szervereim közé, csak azt nem szoktam, mert én nem szoktam egyre játszani ezzel, most kezdtem el újra játszani ezzel, és amíg én nem vagyok benne, azzal játszok együtt. Szóval... A nyanyádat! Nem sikerül gyorsan elmenni oda. Ott az idő. Ott, ahol az egerem van. Egyébként ilyenkor ki szoktam kapcsolni az egeremet, csak nem most, mert videó van. Viszont most le fogok esni arról a szarról. Maradj ott! Jól lemaradtam az előző magamhoz képest. Na akkor ezt az idő lejár, akkor megmutatom, hogy működik ez. Az egész cucc. Most végre leelőztem egy picit magamat. De jól, még a checkpointot is kihagyom. Sikerülni kell-e most? Most sikerülnie kell? Hanem akkor berarok. Bazd meg! Ez az! Kikapcsoltam az egeremet, mert ezt így is lehet irányítani. Akkor betöltődik, ugye itt módolva van minden, meg plugin, meg izé, mint a Minecraftba, csak ugye beillesztenek a fotót a zone. Ugye ezeket én itt nem ismerem, vagy nem tudom mi a rákkal irány. Hol is itt van. Itt ugye várni kell. Addig mit csináljak? Ja, most már semmi. Vannak mások a szerverek. Oké, akkor ez a szar irány volt. Ezeket nem szeretem, amikor ilyen van, hogy ilyen össze-vissza van. Jó lenne, mi csak ott ír jelent, hogy checkpoint ennyi meg ennyi. A nyanyádat! Mindegy, akkor ezt a szerver most izé, kilépek. Csak most ki van izé. Ugye...
Mindegyik szerver. Ezt kiválasztom, hogy magyar legyen-e. Akkor... De hát hekkelés van. Ó, bekapcsolom az egeret, mert ez idegesít itt. Ennél sok cuccnál. Budapesti cuccok. Van annyi pontom? Nincsen. Budapesti szörverek. Csatlakozás. Na vajon van valaki rajta? Szerintem nullán vannak rajta. Aha. A nyanyádot. Egyáltalán hova rá. Na, végül ezen a pályán, hogy merre kell menni. Eddig erre kell jönni. Na, ügyes voltam. Most nem mész neki. De le, miért is kezdtem előre? De szerintem ott volt egy lyukacs valami. De le volt, hogy csak egy kamuság. Volt az. Én nem értem. Leszarrom akkor. A verseny megszakadt. Visszatérés a menühöz. Oké. És most kikapcsolom az egeret, és megpróbálom úgy beszartatni magamat. Na akkor most. Na váljunk ezt. Ez így izé. De itt tényleg csak óra ellen játszunk. Ama komolyan. Komolyan mondod. Legalább vagy magyarul írsz a kidik. Csak kapcsolj el már el. Nagyon kellett már. Most mindenki ásít, aki nézi a videót. Szóval működik egy szerver. A nyonyádot. Miért olyan gyorsan telik az idő, hogy már mindjárt ezért egy óra lesz. Ügyes voltam.
második körverseny. Ez ugye nagyon jó dolog. Na itt már epikebb egy picit. És... Mindenki engem tapsol, de most kilép is. Elhagyás, minden szar. Minden. Akkor ez volt az egész bemutatója. És akkor most... Ugye, itt vannak a cuccok. Lucky lol, máhe. Akkor most, hogy a rákba menjünk vissza, a keresés, ott a keresés, csak most szarba vagyok, mert nem tudok rámenni arra a rákra. Na mikor ez, ez az keresés. Örök jársz, hogy valami epic. Keresés van, Dick. A nyanyádat már. Hapci meg. Mi rák van? Játékosok. Itt vannak a játékosok. Gyorsó. Gyorsó. Csatlakozok, ha már azon van. Na, itt van szerverem. Itt a chat, hogyha valaki van a szerverem. De ez most ugye lerarom. Space-el lehet egyébként egy chatot megnyitni. Felmegyek arra a kék izére, az nem impossible, hogy felmenjek arra a kék izére. Tudjátok, gyerekek, hogy impossible, mondom. Ez impossible fosságos. Itt a legjobb játékos. Ajánlott szerverek. Ugye ezt szerintem berakja a izéba? Na minden. Csatlikozás! De anyanyád, ott jön már a izé. Ez egy jó pályának néz ki. Nem már, na mindegy, én ott egy másik kérdője, mert nem futottam végig. Na mindegy. Kap nulla izét. Ja! Na mindegy. Mennyi gyorsan dikmán hé. Csak ha betöltődne. Annak biztos egyből betöltődik. Ezt még lejátszom. Ne szarom. Ó, oh, textúre pack használatban létezik. Ezt akartam meg. Textúre. Kövessük őket, biztosan tudom, én bennem, és ezért vagyok.
átlépni. Ez berarás pálya van. Ez új gyerek. Fel szerverbe. Ez egy nagyon jó szerver. Hát berarás jó szerver. A nyanyádat már. Amikor pici voltam és játszottam ezzel és textíre pacakot láttam benne, akkor elvarázsolták a gyorsítós blokkot. Ez hekkelés. Valami ilyesmi volt a reakcióm. De... Na így. Az sikerült attól. Van két checkpointom. Most már három. Ott lesz a negyedik. Holy shit. Te mit állsz ott? Megnézem. Egyáltalán itt tudunk írni a chatre. Hello. Hello. Szurkoljatok nekem, hogy sikerül lehozni ezt a pályát. Ez tök jó lett megjelentve. Nope! Nem ütköző neki! Így kell ezt csinálni, most nem itt akadsz el. Tényleg ott elszarakodtam az elején, azért már egyből elhoztam. A nyonyát ott már. Firehal. Remélem benne leszek a top 3-ban, hanem akkor meg berak. Írjak a chatre, hogy videózok, vagy csak szarnak tűnik. Oké, írok. Most leszarom, hogy így írok. Hányan jönnek be? Há! A nyanyádat! Bár úgy is magyar. Nem hallják, mert ez nem magyar szerver, most jut az eszembe, Dickman, he. Most akkor izé, szarakodok. Na így. Most már szembe jutott, amit akartam. Ez eléggé okos. A nyonyádat! Fuck. Itt
láttad Tintin? Nem értem a nevét, hogy miért pont Tintin, de oké. Ez az. Második vagyok. Le kell előznöm magamat. És azt a Tintin gyereket. Ami jó nehéz lesz, mert én nem fogom a mostába, mint én nem látom. Holy shit. Mindegy, berakom ezt a kedvencek közé, csak az hogyan rádba kéne. Ugye, hogyha ki van kapcsolva az egerem. Azt akarom. Igen. Oké, van. Ez ki is van, most az van. Ki tudnám. Mindig nem is figyelek oda. Vinni. Na legalább hanyos lettem. Negyedik. A mindegy. Aj, jó nekem. Gyerekek. Vagyis nyúlja nekem, de dandaram, még egy, menj gyorsan pálya. Ez tök jó egyébként. Csak mindjárt letelik az egy óra, azt magától állítja a videó felvevőt, ezért most vágás következik. Szerintem itt lenne ennek a videónak a vége, jó hosszú lett. 53 percnél tart. Beszarás van. Na miért? Ennek a videónak itt lenne a vége. Ha tetszett, lájkoljátok, meg minden, meg nyugodtan írjatok kommentet, meg iratkozzatok fel. Iratkozzatok már fel! Aki nem iratkozott fel. És akkor itt lenne a videó vége. F10 nem megnyomása, és nincs vége a videónak, helyett F10 megnyomása, és 54 perc lesz. Most akkor fogom leállítani.